A pénznek nincs szaga, mondás. Ugyanakkor a végvárakban szolgáló zsoldosok illetményük egy részét szövetben kapták, már akkoriban is komoly mahinációk voltak a pénzügyekben, így a hoppon maradt katonák közt hamar elterjedt a se pénz, se posztó bosszús kifejezés. A Damjanics Múzeum első emeleti kiállító termében posztót nem érdemes keresni, pénzt viszont nem is kell, hiszen nagyon is jól látható. A legapróbb váltó pénznek, a piculának, a fabatkának, a, 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 a legkisebb e, numizmatikai tételnek is megvan a maga története, és ha belegondolok, hogy kiknek a kezébe fordulhatott ez meg a török korba, bár megszólalnának a szó klasszikus értelmében, és ezek az érmék. Mindegyik pénz egy, egy, egy regény lenne. Mindegyik érem egy, 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 egy história, egy történelem lenne, és én így is tekintem ezeket, Rákóczi falván például Német-Alföldön vert érméket találtak, de láthatók itt lengyel területről származó váltópénzek, uralkodók arcképével ellátott színezüst fizetőeszközök. Ekkor az igazán jó fizetőeszköz az aranydukát volt, ami viszont itt néhányat látunk a kiállításon, ezek viszont valóban olyan értékesek voltak, hogy a legkomolyabb kereskedelmi forgalomban szerepeltek, illetve a magasrangúaknak a fizetésében vagy vagyonában foglaltak helyet. A török korban még nem léteztek a mai értelemben vett nemzetállamok, így egységes nemzeti valuták sem voltak. Ezt a piaci részt a pénzváltók már akkor észlelték. A virisd a lóvét nem is olyan új keletű szólás, mint azt gondolnánk.